És megy? Megy. Megy. Nagyon jó. Mennyi van benne? Nem, ez érdekel. Menj a izébe, simába. Standardba. 5-12. Hülye vagy? Tiszta jó. Teszünk bele még 2 darab 2-5-6-os, kész a giga. Ennyi. Ezt mondtam. Tegyük bele izét. A... Mit tudom én? Ja, az fogjon el, ja. Szeretném felhívni a gyártó figyelmét, hogy... Nem, ezt a szót akartam használni, kapcsolat képviselődni. Szeretném felhívni a gyártó figyelmét, hogy ha már egyszer Corsair, akkor ezt a számot itt nem nagyon erőtessük már rajta, jó? Ezt a 2-6-ost, ez... Kicsit kevesebb, mint nevetséges, jó? Tehát... Úgy 0.0 egyszerűen. Várjál meg közben, itt intézem a állványt, jó? Így jó lesz? Haha, kire? Kell majd ide tenni egy állványt, amire majd föltesszük a izét. A mobilt. Ott lesz majd a videó állvány. Hát amíg nem lesz. Hát venni kell. Ne, ilyen izét akarok ide rakni egy kis macskot. Mi beraktad szekondariba? Nincs még benne a vinyó. Hé, hey, nincs benne a vinyó! De mi? A vinyó nincs benne. 256. Pészmemory. Fordítva kéne beletenned, haver, hogy a procihoz közel van a nagy, és utána van a két kicsi. Mit szólsz hozzá? Már rohadtul számít. Hát a Tibi rájött, hogy számít. Mert a legelső felülírja a többit, és a legelsőnek kell a legnagyobbnak jönni. Ez meg egy egyikás nagy PC kérdőjeles. Úgyhogy nem állunk túl jól memóriával, az igazság. Tényleg nem. Na? Az a baj, hogy onnan nem látni semmit. És milyen memória van benne? 512 meg 2-t vált, ugye? Ja. Két sín. Ott na, van, tényleg. Ugye? Miért nem iszel nekem? Látod? Na, tegyél bele még egy 256-ost. Nem fura, csak te még ilyen szarral nem találkoztál, amivel mi... Na most hiába rögsz, várja. Ányá, nézek neked egy jó fajtát. Ez DDR2 kit, látod? DDR2-be is van 256-os, még mielőtt mondod. Ezt. Tessék, itt van 256-os. Jó, vigyed. De ez is DDR2 kit. De akkor tedd oda a DDR2-hez. Hát de itt nincs olyan, hogy DDR2 külön. Hát most már van. Hát majd csinálni kell ilyen fakkokat. Eltakarod a fényt. Az alagút végén? Nem. Ja, közben szól a rádió. Az a zaj, amit itt hallatok. Ja. Ja. Jó. Na, nézzük meg. Nagyon szépen mutat a Corsair ott középen, nem? Hát tök jó. Azért tettem mondom, mert aznak jó a hűtése. De a 256-ost azt hova kell hűteni szerinted? Szerintem nem is kell hűteni, de majd meglátjuk. Ott vagyunk benne a tükörben. Hol a kép, köcsök? Leállt. Újraindult. Újra tervezés. Újra tervezés. Kép az semmi, mi? Jó, azt vedd ki azt az utolsót. Az... Ott lesz szigon. Ja, kapsz másikat, mert 256-osból sok van. Ez az egyetlen valamire való memória blokkunk. Azzal szerintem semmi baj. De ne búg. Tökre fognak a csapályos. Hát, két hét múlva tönkre megy, azért tessék. Ne adjunk ki. Vigyed ezt. Úgy jó. Hát mit tudom én? Te... Hát inkább safety-be adjunk ki, mint hogy két hét múlva szólnak, hogy lefüstölt a fél ház. Azt mondod búg. Mi van, hogyha a proci hűtője búg? Nem a proci, a tápé búg. Annyi tápunk nincsen. De majd onnan lesz. Nézünk. Majd onnan nézünk, ott még van egy jó pár. A lényeg, hogy egyelőre menjen, aztán majd kicseréljük a tápot. Jó.
Nem is kapcsolós a táp. Nem. De viszont... Ez bug. Az is bug, de... De dögöljön meg, tudom. Oda nézz, öcsém. Na? Leszi piszapi lesz, hogyha egy gigát fog ismerni. Nem hiszem. Egyet menjél le. Mi van? 700-et ismer. De hogy? Egy gigája. De hogy? Amikor van benne egy feles, meg két negyedes. Az utolsó sín nem jó. De elindult vele. De akkor se látja. Tará! Akkor se látja, baszod. Na, most éppen ezzel szenvedünk, hogy nem látja a gép a benne lévő memóriát. De elég. Csak szarabb. Ja, ez a reset, ja. Na, van itt egy XFCS vinyó. Be van kötve. Fut az 1 gigás tesztünk, de persze nyomunk egy eszképet, megállítjuk. Egy 2-4-es proci nem képes betölteni az XFCS Linuxot. Kész. Ennyi reset. Tehát nem megy. Az igazi problémát nem ez jelenti. Hanem, hogy... Várjál, csak kihúzom az áramot. Az igazi problémát az jelenti, hogy ez az XFS, ez ebbe a gépbe futott úgy, ahogy kell. De mi az az operációs program, ami képes a 2.4-es proci meghajtására 1 gigarammal, meg egy relatív egész jó videókártyával. Tehát mi az, ami ezt meghajtja? Vágod? Akkor elmondom, hogy mi nem jó, mert azért kicsit segítünk. Ez kösd ki innen, légy szíves, mert ez már mehet is vissza. Másikban maradt, már bizonyított. Megkaptam mind a... Nem, mellje közel, teljesen hibátlan volt. Na, a másik vinyó, ami meg benne van, mert itt látjátok, van benne egy vinyó. De a másik vinyó, ami benne van, az az L Ubuntu-nak a 12-es változata. Tehát az LXDS motor. De azzal se indul el. Mi a fenét csináljunk annak érdekébe, hogy ezek a gépek menjenek? Dobjuk ki, hagyjunk újra. Ezt remélem nem hallottátok, majd kisípolom. Ki leszel sípolva? Ezt majd nézel, itt meg fölborulok mindjárt itt a szivacsokban, itt vannak a sok szivacsok. Na, úgyhogy éppen ezzel küzdünk, hogy mégis milyen operációs rendszert használjunk ide, ami ezt meghajtja. Természetesen majd lesz mindenféle vinyóból egy, hogy lehessen össze-vissza dugogatni őket, mert jelenleg nagyon rosszul állunk. Úgy tényleg. A rosszul állás az azt jelenti, hogy nincsenek vinyóink minden egyes operációs rendszerből, tehát nem tudjuk kipróbálni őket. Tehát ez így ennyi kb. Úgyhogy ezt majd nekem itt átfejlesztenem kell. Na, most gyorsan dobunk egy leltárt, jó? Mi az, ami kell? Hm? Tudom, hogy mi kell. Ide nézzél kamerába. Ide. Úgy. Na. Na most a lelkedbe beleláttak a nézők. Mind a 20 ember. Aztán majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért 20 ember. Na az a lényeg, hogy mi kéne nekünk? Hát a lot of memory, az kéne nekünk memory, mert így állunk, jó? Ez a sarok, az SD memória, ezt nem nagyon fogjuk használni, mert SD-s lapokkal nem fogunk foglalkozni. Amit itt láttok, az itt mind 256-os memória. Az összes. Ezt most nem kellett volna a videóba bemondani. Igen, vannak közte sok rossz is. Ez, amit itt láttok, ez egy 1 gigás memória, de ebből egyetlen egy van, és ráadásul kapott egy kérdőjelet középre, mert egy pár 8 gigának ismeri, és fagyasztja a rendszert. De nem baj, mert az összes többi 256-os, és legalább a fele hibás. Tehát ez a helyzet memória ügyben. Csavar rengeteg van. Hangkártya van, de hát azt úgysem fogjuk használni, mert az alaplapokban integrálva van. Hálózati kártya mózsna. Videókártyából Sataréd. Sataréd, igen, ezzel kurva sokra megyünk. Tehát videókártyából is van rengeteg, nagyon jó, köszönjük szépen. A DVD olvasóknak a tesztje nem minden esetben sikerült. Tehát nagyon sok olyan DVD olvasónk volt, amiről kiderült, hogy se írni, se olvasni nem akarnak. Csak úgy zabálják az áramot, ez meg így nem valami nagy poén. Alaplapból nagyon sok van, számítógépházból nagyon sok van, billentyűegér van, tápkábelünk van, idekábelünk van, SATA kábel olyan nagyon nem nagyon kell. Egyébként meg nem mondd azt, hogy helyek közel, mert rövidesen kapunk egy egész vödörre.
hűtőnk van. Van összesen 2 darab monitorunk, ami az egyik majd teszt lesz, de hogyha szerzünk valahonnan egy normálisabbat, akkor természetesen ez is ki tud menni. És így állunk egyelőre, tehát ez a számítógép itt teljesen kész van, ez rövidesen ki fog menni. Ez is kész van ugyan, de nem tudunk egy vinyót beletenni, hogy elinduljon a rendszer, mert valami baj van. És az összes többi számítógép nagyjából 60-70%-os készállétnek minősül, mínusz memória. Ugyanis a memória nem jó. Táp problémánk még annyi van, hogy ez ide van írva, hogy büdi. Mert nem biztos, hogy büdös, de olyan büdös, mint a nagyon. Ha, 20 percig volt büdös tőle. 20 percig volt büdös tőle, mivel ki van x-elve pirossal, úgyhogy valószínűleg ez már gutter. Aki nem tudja, mi az a gutter, az googlézze rá. Egyelőre nincsen más problémánk, aztán ennyi. Jó? Ja, meg mi az a 20 néző dolog? Hova tudom a kamerát? Add ide. Akkor fogad. Elég sokat gondolkoztam azon, hogy... Márja, van egy jobb ötletem. Te nem kell lesz. Én ide leülök. Ne ülj már, de mi a nyakszik? Ez milyen csavar, basz meg? Minek? A ventilátor. Na mindegy, ott tartottam az előbb, hogy hogy jött ez a 20 ember. Én azon gondolkoztam, hogy lehet veletek kitolni, mert nekem elegem van azokból a nézőkből, akik csak néznek, és fizikailag nem tesznek semmit ahhoz hozzá, hogy én, mi, illetve ez az egész projekt így működni tudjon. Ez elég sokat gondolkoztam rajta, hogy lehet feltölteni a YouTube-ra egy videót úgy, hogy ugyan mindenki láthassa, de senki ne kapjon értesítést róla, hogy az kint van az a videó. Megkérdeztem nálamnál sokkal okosabb és ügyesebb embereket, és elmondták, akkor listázzál. A listázás az azt jelenti, hogy csinálsz egy olyan videót, ami nem listázott, és beteszed egy publikus listába. Tará! És aki a listát néha megnézi, az mindig látja, hogy vannak új videók, de fizikailag nem kap értesítést arról, hogy van új videó, vágod? Te még ne lökdösd az asztalt! Szörnyű ez a csáho! Na, valamint a földrengés. Szóval értitek? Úgyhogy én erre jöttem rá. Akit valóban érdekel az a dolog, hogy mi van az ingyenes számítógépek osztásával, hidd el, meg fogja nézni a listát, és majd talál új videókat. Vagy esetleg... Amíg vallásosabb barátaimnak mondanám, Isten ne adja, de képzeld el, küldene alkatrészt. Mondjuk ezt nem tudom elképzelni, de tudod, hány embertől kaptunk eddig alkatrészt? Téged leszámítva? Na, komolyan. Nem tudom, 2-3? 2. Így van. Jó, de hát nem tőlem kaptuk. Azért ez most hozzá... mindegy. Jó, cégektől kaptuk inkább. Leselejtezés, céges ügyek, stb. Teljesen egyértelmű, nem az a lényeg. Magánszemély, 2 fő. 2. Hány feliratkozón van? 2000? Tudod, az hány embert jelent egyébként? 200-at? Se. Még annyit se. Ja. Úgyhogy ez a döntés, hogy egyelőre per pillanati véglegesnek tűnik, hogy minden egyes műhely videó, ami elkészül, az így lesz publik, listázásos trükkel. Ugye világos? Senki nem fog értesítést kapni, hogy van új videó ebben a listában, azonban ha nézi a listát, akkor igen. Nem kapsz emlékeztetőt, te neked dolgod van azzal, hogy azt a listát megnézd. Vágod? Az olyan kemény szűrő. Nézőim ilyen 90%-át el is vesztettem egyből. De én emlékszem a Istvánnak a régi mondatára. 20-ból. Hallottad ezt a mondatot? 18-at. 20-ból elvesztettem 18-at, de tudod mit? Az a két ember továbbra is nézni fog engem. Esetleg, és az egyik ő, másik meg én vagyok. De azért ennyire nem gáz a helyzet. Ugye, srácok? Ez ennyire nem gáz. Na, úgyhogy... Nem is nézheted magadat. És azt nem adja hozzá egyébként, amit én nézem a saját videóimat. Az a helyzet, hogy ezeket a vinyókat itt hagyom, ezt meg elviszem. Te meg ne tesztelgessé vinyóval, jó? Mert azt majd én megcsinálom. Van egy csomó vinyónk, majd megmutatom. És minden egyes vinyón másfajta operációs rendszer lesz. Hogy megteszteljük, kiteszteljük, hogy melyik hajtja meg a 2.4-eseket, a 2.0-asokat, az 1.6-os celeronokat, meg a régebbi dolgokat, és amelyik győz, értelemszerűen a
többiekre is, ahogy mondjam, szóval az lesz telepítve. Tehát rá fogunk állni egy rendszerre, ami a régire megy. Hogyha majd jönnek ilyen erősebb ilyen kétmagos, három-kettes állatok, dual core, meg ez csak ígérve van, mindegy. Na azok meg megkapják a KD-et, a Cinnamont, a Mátét, a... de az ilyen nagy 64-eseket. Nem érti, amit mond. Ő azért van itt, hogy sétáljon körülöttem, hogy cirkuláltassa a levegőt. Érted? Tehát én kapom a friss levegőt azért, mert ő így sétál. A mékrajban ennek külön felelőssége van, bizony. Ott áll a bejáratnál és repdes a szárnyaival, hogy az egész kolónia kapja a friss levegőt. Ez vagy te most. Nem ezt akartam mondani. Na, úgyhogy mindjárt mutatom, hány minyó van. Jó? Csak előbb hazaérek. Na jó, szóval ennyi vinyónk van még. Ezekre mindegyikre másfajta rendszert kéne telepíteni. Van CD-nk, DVD-nk is, de hát még nincsenek megírva. Na, úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Úgyhogy 10 vinyó van. Mind a 10 vinyó eltérő. Úgyhogy ez lesz rövidesen. Na. Nem fókuszál, felejtsétek el. Hát ez nehéz ügy. Most lett éppen vége az összepakolásnak. És amit éppen láttok, az a műhely, az a leltár videó, csak azért nem veszem le a kapusznit, mert nagyon hideg van. Éppen december 25 van, most múlt el karácsony, és januárban, tehát lassan indul a költözési fázis. Úgyhogy a műhely kezdett kipakolni, tehát itt már nincsenek tömény dolgok. Az összes kelléket összeszedtem, ami csak kell, lecsavaroztam, és most jelenleg ott tartunk, hogy össze van pakolva minden. Mindjárt megmutatom, hogy hol tartunk, jó, mert egy kicsit döbbenetes, hogy mennyire tele vannak itt a dolgok. Megpróbálom elmagyarázni, szóval minden bele van pakolva a számítógépházba, még a hangszóró is, tehát az alaplapok, a hangszórók, minden is úgy van belerakva, hogy ez amikor az állni fog, tehát a lábán fog állni, akkor nem fog sérülni, elméletek semmi csatokbét, neki tolattam valaminek. Úgyhogy minden egyes kártya, minden egyes PCI-os sín ki van töltve AGP-vel együtt, és full tele van, azok a részek, amik üresek, azok is el vannak foglalva mindenféle kábeleket, tehát teljesen tele van pakolva a gép. Itt is meg tudom mutatni, hát így néz ki, tehát belül van, vagy 5 alaplap, mindegyik teljesen telipakolva, és táp belerakva, stb. Úgyhogy ez szó szerint már, ezt kicsit arrébb toljuk, ez szó szerint már fuvarkész. Ez az alsó, amit itt láttuk, ez a tápház. Minden egyes házat próbáltam kategorizálni, hogy egyes házakba csak egy dolog kerül, ebbe táp van. Tehát az összes tápkábel, az összes tápelosztó, az összes olyan alkatrész, ugye, ami az áramellátásra kapcsolatos, hát ez kicsit ilyen vegyesebb. Tehát ebbe alaplap, előlapka, hangszóró, egér, hát úgy minden bele van szórva, de úgy nem gyengén. Remélem látszik. Úgyhogy nagyjából össze van pakolva. Ami még nincs ide téve, az ez a ház, de természetesen ezt is. Ez egy dög nehéz ház. Ez egy dög nehéz házam úgy, tehát van ami nem gyenge súlya. Ez egy majdnem teljesen kész gép, annyi hiánya van, hogy hát olvasó az nem sok van benne, meg van benne egy-két reklám még, azokat majd le kell szedni, de amúgy egy üres készülékről van, szóval most nagyon kényelmes, bele tudom tenni a kamerát, tehát meg tudom mutatni, hogy egy alaplap van benne, nincsen benne semmilyen PCI-os, illetve AGP-s eszköz, itt szemben látjátok, hogy teljesen üres, tehát nincsen benne olvasó, csak egy darab vinyóval menne, vagy ha jól látom, valami hasonló. Úgyhogy ez is megy. Úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5 darab számítógép háznyi teljes szett az, ami most éppen elhagyja a műhelyt, és megy szépen föl Budapestre. Hát a holnapi nap folyamán itt mindenki fog ürülni, és kerülünk át a nagy műhelybe, úgyhogy ennyivel is jobb a helyzet. Még vannak ilyen kiegészítő dolgok, ezeket nem akarom most elvinni, például a hűtős vödör. A hűtős vödör
Hát, mint a neve mondja, hát ebbe csak hűtő van. Értelemszerűen teljesen hibátlan készülékeket kell elképzelni amúgy. Ventilátorra minden szarra. Az az igazság egyébként, hogy a ventilátorokat azt meg külön zacskóban, illetve ilyen nylonban próbáltam összegyűjteni, de hát több-kevesebb sikere, mert mindig van elkallódó ventilátor, ami nem tudja, hogy hol van az ő kis helye. Mindegy, ezt gyorsan pótoljuk. Ugye akármilyen kicsi ventilátor nagyon jól jöhet, hogyha leégésről van szó. Mindenféle ilyen trükkös, akár hármas dugós, akár milyen megoldása, mindegy. Szóval ezek egyelőre maradnak, mert egyszerre mindent össze tudok vinni. Így is hatalmas, itt van egy csomó idekábel is. Így is van egy csomó csalás az ügyben, mert természetesen... Hát ez az út, mint egy pár csavar. Igen, azt halljátok éppen, azt pakolom, tehát hát ebben van egy jó pár csavar. Hát mint látjátok, a számítógép szereléshez szükséges kis menet, nagy menet, jobbra menet, balra menet jellegű csavar, és van super speaker. A super speakert arról ismerjük meg, hogy test speaker, tehát bárhova rá lehet dugni, és azonnal sípol. Tehát természetesen arra a nagy batár vacakra nem nagyon van szükség. Most jó, hogy mondtátok, ezt gyorsan el is kell helyezni, ugyanis ez is a szerelés része, ez is megy a pesti nagy műhelybe. Értem szerint a kábelére vigyázni kell, mert borzasztó könnyen lett. Ők ott a mágnesesség nagyon frankon megfogja majd. Úgyhogy ennyi a helyzet, szépen a csavarokat elteszünk. Na, úgyhogy ez a szett megy föl Pestre. A szállítás az olyan idióta módon lett megszervezve, szíves elnézéseteket kérem, de én nem tudok minden nap fölmenni Pestre, mert hát ez sokba kerül, mint busz. Ugye ezt valószínűleg értitek. Ha megnézitek a Volánbusz honlapját, hát 700 forint alatt nem úszom meg. Csak oda, természetesen utána még haza is kell jönnöm, mert még én itt lakom le Nercsibe, ez még januárig így fog történni. És van egy barátom, aki segít autóval ezt az 5 számítógépet, meg az 1 monitort kivinni az állomásig. Ott jön a busz. Én egyedül be tudom tenni a busz aljába, mert ezeket úgy raktam össze eleve, hogy a talpán állva ez nagyon jó, kibírja akár még a rázkódást is, hiszen ilyen antisztati bugyiba van csomagolva, tehát egy ilyen minimális rázkódást, amit a busz képez, az természetesen el tudja viselni. Szóval beteszem a buszba egyedül, lecsukom az oldalát, felszállok, kifizettem az egy főre a jegyet, fölmegyek Budapestig, és Budapesten már vár az én nagyon jó barátom, és abba fog majd nekem segíteni, hogy az ő barátja által autóval elvigyük ezt a sok számítógépet, meg a monitort, meg a benne lévő rendkívül sok apróságot, ezt elvigyük az új műhelybe, és az új műhelybe már elméletileg van egy kis hely. Ha nincsen hely, az egyáltalán nem gáz, mert akkor segítünk természetesen pakolni egy kicsit, hogy legyen helyünk, de oda be fogjuk magunkat fészkelni, és hát nagyon szépen folytatódni fog a számítógépek összerakása. Hát a további adományokat értelemszerűen ennek a másik srácnak, nevezetesen Tiboriusnak a címére kell majd feladni, ingyenes utánvétel, ugyanúgy, ahogy az eddigiek folyamán, jó? Úgyhogy nagyjából itt vége van a pakolásnak, még egyfolytában nézem azt, hogy mi az, amit még el lehetne vinni, de hát már többi az marad. Tehát mindent... Hú, mit csináltam a Zoom-mal? Hát miért nem szóltatok? Na mindegy. Az, ami itt még furcsaság van, hogy hát itt van még egy csomó doboz. De ezek majd természetesen a későbbiek folyamán kerülnek majd föl Pestre. Úgyhogy nagyjából ennyi volt. És akkor mondom még egyszer, hogy aki szeretne küldözgetni ugyanúgy, ahogy eddig, akkor az már az új címre tegye meg, és értelemszerűen akkor ezt tőlem Facebookon el lehet kérni azt a címet, hogy milyen utca, hány szám, és akkor értelemszerűen ugyanúgy, ahogy eddig, a ingyenes utánvétel, vagy valami hasonlóval majd megoldjuk, jó? Úgyhogy az a hűtős doboz, igen. De mi ez az automata zoomolás? Nem értem. Na mindegy, majd még rájövök, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítségeteket. Ja, meg lesz majd egy ilyen is. Ingyenes számítógép gyanánt. Igen, jól látjátok, ez egy laptop. Ez egy Toshiba, akármilyen laptop. Azonban nagyon-nagyon súlyos ilyen törési hibái vannak. Ezekkel majd próbálunk valamit
kezdeni, nem tudom, hogy mi baja lehet. Hiányzik az oldalából egy-két apróság, mindegy. Ha majd lesz ilyen is, mert ezt is felajánlotta valaki. Van nyomtatónk, képzeljétek. Na jó, megyek, jó, és akkor a továbbiakat akkor végül is Budapesten. Na, sziasztok!